A kutya jó dolgában, fölöslegesen ugat. És néha elég zavaró, amikor a kutya ugat, és amikor a kutyák ugatnak. És azt mondtam, hogy, hogy miért van az, hogy a kutya akkor is ugat, amikor nem kéne. És rájöttem, hogy főképp ezek a modern európai kutyák, nyugat-európai kutyák, uniós standard kutyák, jó dolgukban ugatnak, szinte hálából ugatnak. Mert megkapnak mindent, amire szükségük van, még azt is, amire nincsen szükségük. És valahogy le kell vezessék az energiát, az energiájukat. És ugatnak. És ezáltal ugye, hát szennyezik a környezetet. Tehát zajjal szennyezik a környezetüket. Na de mit tesz az ember? Ugyanezt teszi az ember is. A legtöbb ember miért ugat? Hát jó dolgában. Azért, mert mert megvan mindene, megvan gazdagodva, ahogy mondta Jézus a jelenések könyvében, hogy azt hiszük, hogy gazdagok vagyunk, meggazdagodtunk, és semmire nincsen szükségünk, és közben nem tudjuk, hogy mi vagyunk a nyomorultak. És mivel meggazdagodtunk, mi is ugatunk, fölöslegesen, mindenről van véleményünk, de a saját szívünk állapotáról, na arról nincsen véleményünk. Mindenki látja, hogy mi történik Ukrajnában, és tudja, hogy kik az igazak, az oroszok, vagy pedig az amerikaiak. Azt is látjuk, hogy mi történik Izraelben, és ott is arról is van véleményünk, hogy ott a muszlimok és a zsidók között a háború az kiavára kéne eldőjön, de a szívünkben lévő háború, hogy kiavára kéne eldőjön, azt senki nem tudja. És minek köszönhető ez? Hát annak, hogy ugatunk, Teljesen fölöslegesen, teljesen fölöslegesen. Mert megvan az ideje a beszédnek, de megvan az ideje a hallgatásnak is, a csendnek. Szükség lenne arra, hogy néha az ember befogja a száját, és ne ugasson, hanem menjen be a belső szobába, hogy a Mindenható Isten megvizsgálja az ő szívét, az ő életét, hogy mi nincsen rendben ott, és azt tegye tisztába, amíg nem késő. Tudjuk, hogy a Biblia a legtöbb helyen rossz értelemben használ kutyát. Az istentelen emberre, a parázna emberre, aki folyton szeret ugatni. És hol történnek, hol történtek a régi időben az ugatások? Hát a piac szereken, ahol az emberek találkoztak és fölöslegesen csevegtek, és locsogtak, és pletykáltak. Az is ugatásnak számít. De az ugatás veszélyes emberek, mert amikor az ember ugat, fölöslegesen beszél, eltereli a saját figyelmét, a saját problémáiról, a saját valós problémáiról, és azáltal a megoldást is távol tolja magától, és csökkennek az esélyei arra, hogy az ő lelke megmeneküljön. Tehát az ugatás is, a beszéd is, a plegyka is, a sok vélemény is lehet pótcselekvés. Sőt, nem hogy lehet, hanem az is, nagyon sok ember az ugatással, a humorral, boinokkal, a fölösleges vileményekkel, a fölösleges tracsolással tereli el a figyelmét az ő valós állapotáról. Ekép nem látja meg, hogy miben van az ő élete, az ő lelke, és ezért azt sem érzi, hogy neki szabadításra lenne szüksége, szabadítóra lenne szüksége. A jelenések könyvének a harmadik részében olvashatjuk, a 14. bekezdéstől. Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonság, az Isten teremtésének kezdete. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hív. Bár csak hideg volnál, vagy hív. Így mivel lágy meleg vagy, sem hideg nem vagy, sem forró, kivetlek téged az én számból, az igéből, az igazságból kivetlek téged. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire sincs szüksége, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggál így, és fehér ruhákat, hogy őrzeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenséged rúdsága és szemgyógyító írral, kend meg a te szemedet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfeddem, megdorgálom, és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg. Imé, az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem. Milyen szép allegória, milyen szép beszéd, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyszékében, Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek, a léleknek, a gyülekezeteknek. Tehát Jézus elmondja, hogy mi az oka a problémának, a modern európai ember problémáinak, Az, hogy mivel jó dolguk van, Meggazdagodtak, azt hiszik, hogy nincsen semmire sem szükségük. Úgy érzik, hogy megvan most már mindenük, és nem látják a valós állapotukat, mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire sincs szüksége, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezételen. Tehát a jólét miatt az embereknek nem tűnik fel hogy miben van az ő életük, miben van az ő lelkük, hogy merre felé tart az ő életük, merre felé tart az ő lelkük. És ezért fölöslegesen ugatnak, beszélnek, véleményük van mindenről, csevegnek egymással, teljesen nonsens dolgokról, egymást felhívják telefonon, és élettelen dolgokról, halott dolgokról képesek beszélgetni órákon keresztül, ha találkoznak úgy szintén, tehát csak ugatnak, és az az ugatás pedig arra jó, arra elég, hogy szennyezzék a környezetüket, szennyezzék a lelküket, hogy ne vegyenek tudomást arról, hogy ők valójában milyen nyomorultak, milyen nyavajások, és milyen szegények, és milyen vakok, nem látják, hogy milyen bűnök nehezítik az ő életüket, és merre felé taszítják őket. És ezért mondja Jézus, hogy kérjünk, látást a szemeinkre, szemgyógyító írt, hogy lássuk meg, hogy miben vagyunk, és hagyjuk abba az ugatást, mert hogyha nem hagyjuk abba az ugatást, a fölösleges beszédet, a halott dolgokról való beszédet, nem fogjuk meglátni, miben vagyunk, mert saját magunkat is, saját lelkünket is zavarjuk, szennyezzük a zajjal, a fölösleges ugatással. És nem válik nyilvánvalóvá, hogy mekkora probléma, mekkora baj van az életünkbe. Ezért a vég a legtöbb embert hirtelen fogja érni, felkészületlenül fogja érni, mert a sok ugatás miatt nem vette észre, hogy miben volt az ő lelke. Talán neked még nem késő, hogyha most letérdez talán szól hozzád a mindenható Isten. Ha kérsz látást a szemeidre, talán megnyitja a szemeidet a mindenható Isten, és meg fogja mutatni, hogy miben vagy, és azt is meg fogja mutatni, hogy hogyan gyógyulhatsz meg valóságosan. De hogyha nem hagyjuk abba az ugatást, emberek, nincs ahogy megmeneküljünk. Isten könyörüljön rajtunk. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.